Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Múlt, jelen, jövő. A múlt soha nem fog úgy visszatérni, ahogy te átélted. Tehát lezárhatod. A jövő bizonytalan, kivált félelmeket. Ne töprengj a múltat illetően, vagy a jövőt illetően, hanem éld a jelent. Ha szépen kialakítod a napodat, abból lesz egy hét, utána egy hónap, egy év, és így töltöd el az életedet félelmek nélkül. Ennél a jóslásnál mégis van a múlt, jelen, jövő, mert azért kíváncsiak vagyunk. Itt látható a múlt, ez a kép utal a jelenre, és itt jobb oldalon látható a jövő. Megint a hegyi kristályt választottam, hiszen ennek van egy ilyen tisztító hatása, láthatóvá tesz valamit, itt meg lesz ez a világosság. És most megnézzük a képeket. Ez a négy kártya utal a múltra. Itt valaki közeledik hozzád, keresi veled a kapcsolatot. Itt látható Merkur bolygó szimbóluma és a nyilas jegyének a szimbóluma. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, itt kommunikációról van szó, de látható a tűz eleme, itt vannak lelkesedések is. Ezen a kártyán a halál látható, az vagy azt jelenti, hogy te nem akarod ezt a kapcsolatot, és lezársz vele mindent. De azt is jelentheti, hogy ez a férfi, persze lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése van, hogy ez a személy lezárt valamit, ami a múltban nem így volt, most keresi veled a kapcsolatot, és ezt elmondja, közli veled, hogy végre lezárta a dolgokat. Van itt még egy másik személy, aki úgy felnéz rád, hiszen a lépcsőn te vagy felül, ő van alul, és csodál téged. Valaki közeledik hozzád, ez lehet egy másik személy is, és olyan szépségnek lát téged, bámulja a nőiességedet, tehát itt van valaki, aki közeledik hozzád, ismered a múltból, hiszen itt a kártyáknál a múltról van szó. És lesz itt a könnyűség, a játszadozás, a vidámság, a levegő eleme, amit még jelent itt a levegő, az a kommunikáció. Tehát a kártyák arra utalnak, hogy valaki vagy valakik keresik veled a kapcsolatot, és beszélni szeretnének veled. A jelent itt ez a kártya mutatja. Te úgy lehajolsz, és keresel valamit a földön, de állj fel, nem kell mások előtt megalázkodnod. Nem kell keresgetni a kapcsolatot, hiszen ők maguktól fognak jönni. Itt is Merkur bolygó szimbólumáról van szó, ami jelenti a kommunikációt. Itt a Föld eleme látható, tehát reális dolgokról van szó. Ezek utalhatnak nem csak a párkapcsolatra, hanem az anyagiakra vagy a munkára is. És a jövőt itt látjuk, ezeknél a kártyáknál. Itt megvan a szenvedély, a szerelem, és megvan a könnyűség, a lepkék utalnak a lelketekre. Sőt, itt két lepke látható, az övé és a tiéd. Itt megvan egy lelki kapcsolat. Itt van Vénusz bolygó szimbóluma, tehát szerelemről van szó. És beleugrasz a vízbe, ami utal az érzelmekre. És mivel Merkur bolygó szimbóluma itt látható ezen a képen, az azt jelenti, hogy nem csak átéled ezt a kapcsolatot,
a lelkesedést, a szenvedélyeket, a mély érzelmeket, hanem tudtok egymással beszélni érzelmekről. Itt lesz nálad egy nagy változás. Kilépsz ebből a képből, előre mennek a dolgok, hiszen itt lépésekről van szó, és lesz egy új kép, egy új irány, új elképzelések, és ez összefüggésben áll a szerelemmel, a párkapcsolattal. Itt lelki dolgokról van szó, mély érzelmekkel. Mivel itt a rák jegye is látható, lehetnek családi kapcsolatok, vagy egy közös otthon tervezése. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!